4:08 múlt 4 perccel folytatjuk a ma reggelt. Két napja hétfőn kezdődött a baloldali előválasztás a budapesti főpolgármester jelöltségért, annak is az első fordulója. Puzsér Robert kampánystábja a szocialisták jelöltjének visszaléptetését kéri nyílt levélben. Szerinte Horváth Csaba egy korábbi nyilatkozatával hadüzenetet küldött a teljes ellenzéki együttműködésnek, és felrúgta a megállapodásukat, ami arról szólt, hogy nem támadják az előválasztás rendszerét. Az MSZP-s jelölt ugyanis arról beszélt, hogy felesleges a második forduló, mert szerinte addigra Puzsér Robertnek nem lesz érdemi támogatottsága. Jönnek a részletek, Tari Judit, Titanilla és vendége folytatja. Tóth Erika nézőpont elemzője a vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye kb. 10 000 szavazatnál tart most az előválasztás, közben nagyon érdekesek ezek a nyilatkozatok. Ugye a cél az az egy jelölt Tarlós Istvánnal szemben. Elvileg ezek a pártok, akik részt vesznek, azt mondták, hogy aki győz, amögé beáll a komplett ellenzék, vagy legalábbis az ellenzéknek egy nagy része. Ehhez képest most azt látjuk, hogy már az előválasztás, az előválasztáson is a DK Karácsony Gergely támogatja, Horváth Csaba trollnak nevezi Puzsér Robertet, aki lemondásra szólítja vele az MSZP jelöltjét. Tehát nem látni azt, annak a lehetőségét, vagy annak a megvalósulását, hogy itt egyszer majd lesz egy jelölt, aki mögé az összes többi mosolyogva beáll kampányolni. Valóban, én is úgy látom, hogy az ellenzéki előválasztás az több sebből vérzik. Az egyik probléma elsősorban az, hogy Puzsér Robert még tavaly decemberben át tudta venni az egész kezdeményezés fölött, hogy is mondjam, azt a jogot, hogy ő befolyásolja érdemben az előválasztás menetrendjének az alakulását. Gyakorlatilag az ő javaslatait vették át. Így van, decemberben dölt el, hogy kétfordulós lesz ez az ellenzéki előválasztás, míg az eredeti programterv szerint csupán egy fordulót tartottak volna, hiszen ott minden egyes ellenzéki jelölt meg tudta volna magát méretni. Az, amit most látunk, ugye ez egy klasszikus belharc, az MSZP-s, illetve a párbeszédes Horváth Csaba, valamint Karácsony Gergely, egy azonos platformon álló politikai pártok jelöltjei próbálják maguk közül kiválasztani azt a jelöltet, aki későbbiekben a tőlük balra vagy jobbra álló pártok ellenzéki jelöltjeivel összemérheti az erét. A probléma azonban mégiscsak az, hogy, és ez a második ok, ami miatt szerintem az előválasztás meglehetősen döcögősen halad, az pedig az, hogy ugye az Amerikai Egyesült Államokban, amikor előválasztást tartanak, akkor egy azonos pártcsaládból származó jelöltek próbálnak meg egymással szemben újabb és újabb alternatív lehetőségeket, véleményeket, megoldási javaslatokat megfogalmazni. Ugye most itt azért nem ez fog megtörténni, hanem különböző pártcsaládokból származó jelöltek, különböző ideológiai háttér mentén fognak egymásnak esni a saját választópolgáraik szeme láttára, és az, ami most zajlik, véleményem szerint inkább taszítja, nem pedig bevonza azokat az ellenzéki szavazókat, akik egyébként egyetértenének azzal a célkitűzéssel, hogy Tarlós Istvánnal szemben egyetlen egy ellenzéki jelöltet kéne a későbbiekben felállítani. Horváth Csaba nyilatkozata, ami szerint elképzelhető, hogy második fordulóra már nem is lesz szükség, mert Puzsér Robert addigra elveszíti a támogatottságát. Ugye nem csak Puzsér Robert, hiszen ott van Sermer Ádám a liberálisoktól, és a Momentum eddig még meg nem nevezett jelölt, elvileg ők is indulni szeretnének a második fordulóban. De már amikor azt mondja az egyik jelölt, hogy második fordulóra nem is lesz szükség, ez picit olyan, mintha már kipróbálnának bújni az előválasztás eredménye alól, tehát hogy lesz itt majd egy eredmény, és aztán teljesen elképzelhető, hogy ezt valaki egyszer csak meg fogja kérdőjelezni, mondván, hogy nem is úgy zajlott, nem is volt meg a biztosíték, nem is annyian szavaztak. Igen, ugye Horváth Csaba tulajdonképpen csak azt nem mondta ki, hogy tulajdonképpen már az első fordulónak az eredménye is eldőlt, és emiatt lesz szükségtelen a második fordulónak a megtartása, ami azért mégiscsak, hogy is mondjam, komikus abból a szempontból, hogy most a következő 5 napban fog igazából eldőlni az, hogy Karácsony Gergely vagy Horváth Csaba lesz-e a második fordulóban a baloldali pártoknak a jelöltje. És ehhez képest ugye azt lehet tapasztalni, hogy már most megjelentek azok az ellenérdekek, amelyeknek az összefeszülésére mi politikai elemzők csak szeptembertől számítottunk, amikor is már kiválasztódik az az egyetlen egy ellenzéki jelölt, aki Tarlós Istvánnal szemben fog indulni. És én úgy gondolom, hogy az a előremenekülési politika, illetve stratégiai, amit most jelen pillanatban Horváth Csaba próbál meg képviselni, vagyis hogy alássa a későbbiekben a adott esetben vele szemben induló ellenzéki jelölteknek a hitelességét, ez teljes mértékben téves, ugyanis ugyan Karácsony Gergely általában véve talán elmondható, hogy népszerű politikusnak számít Budapesten, mint Horváth Csaba, azonban a sosem szabad elfelejteni, hogy elsősorban választás, nem pedig közvéleménykutatást kell nyerni.
És ilyen szempontból az a Horváth Csabai hozzáállás, hogy ő neki itt reális esélye nem lehet a későbbiekben arra, hogy a második fordulóban adott esetben megmérkőzzön Puzsé Róberttel vagy a többiekkel, és ezt úgy próbálja meg egyébként elhitelteleníteni, hogy az ő társadalmi bázisuknak a szélességét kérdőjelezi meg. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy az előválasztás koncepciójában igazából a baloldali ellenzéki jelöltek nem hisznek. Igen, ugye Horváth Csaba már veszített egyszer Talós Istennel szemben 2010-ben, méghozzá nem is kevés, több mint 20%-kal. Tehát ő már egyszer alul maradt, ugye Karácsony Gergely miniszterelnök jelöltként maradt alul, tehát mind a kettőjük kipróbálta magát a politikában, és való igaz, hogy választást kell nyerni, nem közvélemény kutatást, és ugye a pártok olyan, mint egy picit megfogták volna a különböző közvélemény kutatók eredményeit, és összeadták volna egy kockás füzetben. De hát azért ez nem így működik. Tehát nem biztos, hogy az, aki Karácsony Gergelyt mondjuk szimpatikusnak találja, az mondjuk Puzsé Róbertre szívesen szavazna, hiszen két teljesen különböző személyiségről beszélünk. Még akkor is a politikai programban adott esetben vannak hasonlóságok, tehát azért tudjuk, hogy azért nagyon sokat számít mondjuk egy személyi szimpátia. Abszolút, ugye ez a politikai lemorzsolódás, amire most ön tetszett utalni, ez egy mérhető jelenség, mi is azt tapasztaljuk a Nézőpont intézetnél, hogy azért az a stratégia, amelyet az ellenzéki pártok próbálnak követni, hogy egyetlen egy monolit tömbbe próbálják összemosni, egyetlen egy olvasztó tégelybe, az MSZP-től a DK-n át a Jobbikig az összes ellenzéki párt jelöltjét, illetve szimpatizánsait, ez nem működhet, ugyanis sokkal több szavazót tudnak adott esetben eltaszítani maguktól, mint amennyit hozna a konyhára egy ilyen közös ellenzéki együttműködési stratégia. Tóth Eriknek köszönjük az elemzést. Köszönöm szépen. Én is.